Hétfőtől megváltozott formában, de továbbra is fontos információkkal jelentkezik a szombathelyi televízió híradója. A koronavírus járvány terjedésének lassításáért szerkesztőségünk, a riport alanyok és a munkatársaink védelme érdekében az eddigitől eltérő megoldásokat alkalmaz. Az interjúkat, azokat online készítjük, tehát Skype-on, Messengeren, illetve telefon segítségével, így egy meglehetősen szokatlan, de információkat teli műsorral találkoznak a szombathelyi tévénézők. Élő online fogadóórát tartott Nemény András polgármester és Kisgergely házi orvos pénteken a Facebookon. A lakosság és a sajtó is feltehette kérdéseit a koronavírus járvánnyal kapcsolatos aktuális helyzetről, intézkedésekről. Sokan voltak kíváncsiak például arra, hogyan jutnak el a családokhoz az önkormányzat által felajánlott szájmaszkok. Ezeket a hétvégén csomagoljuk, beborítékoljuk, és a jövő hét során borítékba fogják megkapni a szombathelyiek. A polgármester beszámolt arról, hogy tárgyalt a nagy cégek vezetőivel, és azt tapasztalta, hogy mindannyiuk elsődleges célja a munkaerő megtartása. A termelésben azonban lehet átmeneti szünet. Lesz leállás, elvileg elbocsátás, nem lesz csak szünet, és majd van, aki később dolgozza le, meg van, aki már le is dolgozta, mondom, minden cégnél más. Egyik cég mondta azt, hogy náluk nem várható leállás. A saját cégek és a programok egyelőre háttérbe szorulnak. Nem gondolkodtak azon sem, mi lesz a karnevállal. Remélik, hogy meg tudják rendezni a tervezett időpontban. Elsősorban azoknak az embereknek az egzisztenciáját kell rendezni, akik a veszélyhelyzet miatt elvesztették állásukat, lakhatásukat. Ők az igényelhető krízissegélyről az 520-324-es telefonszámon kérhetnek tájékoztatást, de a nemrég létrehozott számlán összegyűlt összeggel, ami jelenleg 700 ezer forint körül alakul, őket is támogatja a város. Elképzelhető, hogy ezt az alapot még növelni fogjuk, meg mondjuk a hozzájutás lehetőségét is bővítjük. A jövő hét kérdése lesz ez, elkezdünk ezen is dolgozni, mint ahogy azon is, hogy az önkormányzati bérleményeknél esetleg milyen változtatást tegyünk. Remélik, hogy a kormány mentővet dob a kisvállalkozásoknak. Elhangzott 150 önkéntes regisztrált eddig az önkormányzat felhívására, és további jelentkezőket várnak például szájmaszk csomagolásra, vagy a piaci árusok termékeinek házhoz szállításához, amit rövid időn belül szeretnének megszervezni. Nem tervezik a tömegközlekedés leállítását, sem a fizetőparkolás beszüntetését. Kisgergely a védőfelszerelések használatával és a higiéniai szabályok betartásával kapcsolatban adott tanácsokat. Sokan kifogásolták például, miért látni annyi idős embert az utcákon, amikor minden felhívás arról szól, hogy maradjanak otthon. Az orvos szerint a séta önmagában nem rossz, hiszen levegőzni kell, de csoportokba verődni, tömegbe menni nem ajánlott. A kintlét megakadályozás, vagy a tanácsok, hogy maradjunk otthon, az elsősorban azért fontos, hogy más emberekkel ne találkozzunk, mert azáltal tudjuk terjeszteni a vírust, hogy lemegyünk. Ártatlan dolgok, tehát pont ez a játszótérnél is, hogy egyedül van a gyerek a játszótéren, nem találkozik senkivel. De a játékot megfogja, és majd egy óra múlva oda megy egy másik gyerek, és akkor az meg összeszedi, amit az egyik gyerek ott hagyott. Tehát fontos, hogy igaziból itt a kontaktus megelőzése a lényeg. Célszerű lenne előre gondolkodni, egy-két hétre bevásárolni, hogy ritkábban kelljen boltba menni, tanácsolta a házi orvos. Azt szeretném kérni, hogy a betegek is, akik csak szokásos gyógyszereiket iratják, gondolkodjanak előre 3-4 hétre, 2 hónapra is, mert fölösleges találkozásokat, fölösleges kontaktusokat kerülhetünk el ezáltal. Háborús helyzethez hasonlította Nemény András a mostanit, amikor át kell állítani a gondolkodásunkat. Emberpróbáló időszak ez, és nem tudjuk fizikailag most megfogni egymás kezét, de lélekben fogjuk meg, és hogyha összeállunk egy láncba, akkor ki fogjuk szorítani innen ezt a vírust. Az egyórás rendhagyó fogadó órát több százan követték a város közösségi oldalán. A polgármester azt ígérte, lesz folytatás. Mindent,
teljes kapacitással dolgoznak a stílruhagyár munkatársai. Az eddigi ruházati termékek helyett azonban szájmaszkokat gyártanak. 10 000 darab készül naponta, ebből a 100%-ban pamut, 90 fokon is mosható, fertőtleníthető védőeszközből. A vállalat a koronavírus járvány lassítása érdekében mindössze 3 nap alatt állította át a termelését. Fennakadások akadtak a termelésben, a beszállítók nem tudtak szállítani, a vevők tolták az átvételt, ezért mindenképpen a termelést át kellett állítani egy olyan termékre, ami belföldi piacon is életképes. Másik nagyon fontos dolog volt az, hogy tapasztaltuk azt itt Szombathelyen és országosan is, hogy nagyon nagy hiány van ebből a maszkból, ezért szerettük volna azt, hogyha a stílnek a kapacitása erre tudná átállni, hiszen az itt lévő ember mennyiség, az ember állomány, illetve az eszközpark alkalmas arra, hogy nagy mennyiségi maszkot gyártson, és nagyon sok embert elásson ezzel. A munkából mindenki kiveszi a részét, az íróasztalok mögött ülők például a maszkok rögzítésére szolgáló gumit vágják méretre, akik pedig az oktatási intézmények bezárása miatt gyermekeikre vigyáznak, ők otthon varják a védőfelszerelést. A gyár dolgozói még túlórát is vállalnak, de még így sem tudnak minden igényt kielégíteni. Nagyon sok maszkot osztottunk karitatív céllal, jelenleg több mint 2000 maszk került ki különböző helyekre, ahol fontos lehet az, hogy védekezzenek a vírus ellen. Ugye ezek egészségügyi intézmények, szociális intézmények, Szombathely is adott lokációban a különböző városok. Egyelőre azokat látják el, akik mások segítéséért dolgoznak, de nagy vállalatok is jelezték már az igényüket. Szombathely városa 100 000 darab szájmaszkot rendelt a gyártól, hogy minden háztartásba jusson a védőeszközből. Ezeket csomagolják már napok óta az intézmények önkéntesei. Mi a 100 000 szép bölcseréből érkeztünk, és a dolgozókkal úgy vállaltuk, hogyha másban nem is, legalább a maszkok csomagolásával szeretnénk segíteni a városnak. És a hét többi napján folyamatosan érkeznek a kollégáink a többi bölcseréből is segíteni. 10 darabonként tesszük bele, és akkor amennyi belefér, körülbelül 500 megy egy dobozba. Folyamatos a munka, így gyorsan telnek a dobozok, már több 10 000 maszk készen áll a kézbesítésre. Újabb döntéseket hozott a kormányzat a koronavírus járvány okozta veszélyhelyzethez kapcsolódóan. Erről Orbán Viktor miniszterelnök beszélt az operatív törzs hétfői tájékoztatóján. Kedd reggeltől minden intenzív ágy mellett dolgozó orvos és ápoló speciális maszkot kap. A gazdaságvédelmi akciótervet további intézkedésekkel bővítették. A lejáró gyes és gyed jogosultságokat meghosszabbítják a veszélyhelyzet végéig. A médiaszolgáltatók mentességet kapnak a kieső reklámbevételek miatti adóbefizetésre. Az adóvégrehajtásokat és kilakoltatásokat felfüggesztik. A március 1 előtt keletkezett kata adótartozásokra haladékot adnak. Több mint 80 000 vállalkozó kap mentességet a kata megfizetése alól június 30-ig az előadó művészektől a burkolókon át a kozmetikusokig. Az érintett szakmák listája 23-án este megjelenő rendeletben lesz olvasható. Elindul az 1357-es adományvonal, egy hívás 500 forint támogatást jelent. A segítsünk egymásnak.hu weboldalon keresztül pedig önkéntes munkát és eszközt lehet felajánlani. Ezzel szeretné a kormányzat összefogni az ország több pontján külön-külön indított civil mozgalmakat. A támogatások az egészségügyi ellátást szolgálják a járvány okozta veszélyhelyzetben. Segíteni most ezeken a csatornákon keresztül lehet, a karitatív szervezetek saját telefonos adományvonalai ugyanis egyelőre szünetelnek, és tárgyi felajánlásokat sem fogadnak magánszemélyektől. Egyre több nagyvárosban szól már a taps a koronavírus járvány okozta veszélyhelyzetben megfeszített munkát végző mentőknek, egészségügyi és szociális dolgozóknak.
Vasárnap este 8 órakor a Derkovics és az Oladi lakótelepen is többen kiálltak az erkélyre, és tapssal köszönték meg a segítők mindennapi helytállását. Az interneten szerveződő Szívünk és Tapsunk mozgalom a társadalom elismerését fejezi ki azok felé, akik nap mint nap küzdenek a járvány ellen. Szombathelyen is minden estére szól a taps felhívás. Szájmaszkos, gumikesztyűs önkéntesek hozzák az ebédet a szombathelyi mentőállomásra. Az egyik ismert vendéglő tulajdonosa fiával együtt mostantól hétfőnként szállítja a menüt azoknak, akik a veszélyhelyzetben is helyt kell, hogy álljanak. Zöldséges húsgombócleves, sajtos tejfölös spagetti vagy magyaros töltött karaj a hétfői ebéd. Nagyon megérdemlik, az áldozatos munkájukat valahogyan meg kellene köszönni. És hát egy vendéglős úgy tudja megköszönni, hogy ételt hozunk, és ellátjuk őket. A hét minden napján más-más szombathelyi vendéglőből kapják az ebédet a mentőszolgálat munkatársai, természetesen ingyen. Ez a másik autó pedig üdítőket hozott. Fantát, ásványvizet, kólát hoztunk a mentőállomásra, megyünk még a kórházba, a katasztrófavédelemhez és a rendőrséghez is. Az ötlet, hogy segítsék azokat, akik segítenek, hamar összefogássá szélesedett Szombathelyen. A mentősöket ezért is kerestem meg, hiszen ő rajtuk keresztül jut be a beteg a kórházba, hogy hol tudunk segíteni, és így tudtam meg, hogy sokszor idejükön felül dolgoznak, illetve ebben a pánikos helyzetben sincsenek könnyű helyzetben. Úgyhogy így jött az ötlet, és akkor ugye mondták, hogy valaki meg tud főzni, valakinek a család főz otthon, de hogy ezt hogyan tudnánk könnyebbé tenni nekik. Jó leső érzés, hogy az emberek gondolnak ránk, mondta a mentőszolgálat regionális igazgatója a sorra érkező adományok láttán. Nyilván csak akkor tudunk segíteni, hogyha mi magunk is hadrafoghatóak vagyunk, tehát jelenleg gyakorlatilag teljes létszámban dolgozunk, de azért azt lehet sejteni, hogy ez nem lesz mindig így. Tehát ahhoz, hogy menteni tudjunk, nekünk is egészségesnek kell lennünk, és ennek érdekében mindent megteszünk mi magunk is nyilván, illetve hát arra törekszünk, hogy legmagasabb létszámban és legmaximálisabb rendelkezésre állással tudjuk szolgálni a beteg embereket. A hétvégén volt, aki gyümölcsöket is hozott a mentőállomásra, sőt egy felajánlótól mosó és szárítógépet is kaptak. Meghibásodott egy főnyomócső, aminek következtében a Derkovics lakótelep egy részén több órán keresztül szünetelt a vízszolgáltatás. A lakók arra panaszkodtak, hogy főképp az emeleti lakásokat érintette a probléma. A Vasi Víz ZRT arról tájékoztatta híradónkat, hogy kora délutánra helyreállt a szolgáltatás. Munkatársaink gőzerővel láttak neki a hiba mielőbbi kijavításának. A vízszolgáltatás nagyjából déltől 3 óráig szünetelt. A szolgáltatás helyreállítását követően vízelszennyeződés várható, amely az egészségre ártalmatlan és lassú folyatással megszűnik. Köszönjük türelmüket és megértésüket! Fókuszban a klímaváltozás. Idén ez volt a mottója a Vízvilágnapjának, amelyet 1993 óta minden évben március 22-én tartanak. A mozgalom felhívja a figyelmet nélkülözhetetlen természeti kincsünkre, az életet adó vízre, amit óvni, védeni kell. Számunkra természetes, hogy tiszta ivóvíz folyik a csapból, de a világ lakóinak egyötöde nem jut elegendő egészséges ivóvízhez, miközben mindenkinek joga lenne hozzá. A korábbi években előadóülést és színes ifjúsági ismeretterjesztő programokat szervezett a jeles nap alkalmából a Vasi Víz ZRT a Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatósággal közösen. Ezek idén a koronavírus járvány okozta rendkívüli helyzet miatt elmaradnak, de nem múlhat el az idei világnap sem anélkül, hogy hangsúlyoznánk, mekkora jelentősége van a jó minőségű ivóvíznek, mondta el kérdésünkre a Vasi Víz ZRT kommunikációs vezetője. A szombathelyiek, a vasmegyiek jó helyzetben vannak ilyen szempontból, hiszen országosan is kiemelkedő minőségű a szombathelyi víz, ásványvíz minőségű.
És ha még azt is hozzáteszem, hogy egy liter csapvíz mindössze 30 fillérbe kerül, akkor úgy gondolom abszolút versenyképes tud lenni a boltban kapható ásványvizekkel. A klímaváltozás legtöbb hatását a vízzel kapcsolatban tapasztaljuk meg. Az elmúlt 20 évben 9-szer volt rendkívüli árvíz, egyre csak emelni kell a mértékadó árvízszinteket. Gyakori az özönvízszerű hirtelen lezúduló csapadék, ami villámárvizeket okoz, ugyanakkor a sűrűsödő aszályos időszakokkal és az öntözés problémáival is meg kell küzdeni. Szakemberek szerint a klímaváltozás hatásait országszerte, és itt a Nyugat-Dunántúli régióban is tervszerű vízgazdálkodással, árvízvédelmi fejlesztésekkel, tározóépítésekkel és vízminőséget javító beruházásokkal lehetne csökkenteni. Koronavírus járvány miatti veszélyhelyzetben az eSport Szombathely Egyesület is arra buzdítja a videójátékok szerelmeseit, hogy maradjanak otthon és játszanak egyedül. Az Egyesület ezekben a nehéz időkben az online térben szervez házi bajnokságokat a gémerek számára. Egyik fő célunk, hogy közösséget alkossunk a régió gémerei számára. Szeretnénk, ha hosszú távon majd azoknak, akik általunk megismerkednek személyesen is, legyen majd lehetőségük találkozni és barátságot kötni egymással. De míg a vírus miatt jelenleg erre nincs lehetőség, addig az online térbe szervezünk házi bajnokságokat, és természetesen arra buzdítunk mindenkit, hogy amennyiben teheti, maradjon otthon. Az alapító elmondta, hogy szívesen indítanak online versenyeket minden olyan játékból, amire van igény. A League of Legends első fordulója már le is zajlott, és napokon belül a népszerű foszis játék, a FIFA 1-1 elleni bajnokság is elindul. Az online házi versenyeket az eSport Szombathely közösség belső tagjainak írják ki, de mindenkit szeretettel várnak, aki csatlakozni szeretne a Facebook csoportjukhoz.